Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora. One beer for my sisters, another for my friends, the third one for my brothers, the next one for my land. I have one more for my father, 'cause he raised me so well. I have the best one with you, baby, always wanted you so bad. Girl, I saw you dancing, you're the best I ever had. You're my guardian angel, you have all the skills. You're always dressed to kill. You're always dressed to kill. One beer for the good Lord, another for the thrill, that I can be the devil once I had to pay the bill. I have one more for my mother, 'cause she raised me so well. But I have the best one with you, baby, always wanted you so bad. Girl, I saw you dancing, you're the best I ever had. You're my guardian angel, 'cause you have all the skills. You're always best to kill. You're always best to kill. You so bad. Girl, I saw you dancing, you're the best I ever had. You're my guardian angel, you have all the skills. You're always fast to kill. You're always fast to kill. You always rest. You always rest. You're always fast to kill. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják, a mikrofonnál Bleier Gábor. Mai vendégem Péli Barnabás, előadó művész, zeneszerző, nagyon sokan ismerik akár koncertről, akár klubokból, akár a tévéből. Üdvözöllek, hogyha megengedik a kedves hallgatók, a riport során tegeződni fogunk. Üdvözöllek. Legelőször is arra kérnélek, hogy konferáld be, hogy melyik számot hallottunk a riport elején. Hát minden igaz, akkor az első kis lemezemet a szóló produkciómból, ez pedig a Dress to Kill. Ha jól tudom, akkor te már nagyon korán zenei pályára adtad magad, tehát a választásodban is, ha jól tudom, elnézést, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakára felvételre is fel is vettek. Lehet erről valamit tudni, hogy mi az volt az affinitásod már ilyen korán a zenéhez? Nagyon korán elkezdtem zenét tanulni. Gondolom, a szüleim felfedezték, hogy a hallásom az így egész jó ehhez, és hegedülni kezdtem 5 évesen, egészen 14 éves koromig, amíg aztán nem mentem középiskolába, és ott inkább arra kosárlabda kötött le, és akkor így, amikor vége lett, a vége fele ugye a gimnáziumnak, akkor lettek ilyen zenekaraim, amit így, így összerántottam, már éreztem, hogy azért egész jól énekelek magam szerint. És aztán egyre inkább úgy tűnt, hogy zenei pályára szeretnék menni. És hát végül is a megoldás az lett, hogy gondolkodtam, hogy most akkor klasszikus zene felé menjek, vagy más felé, de mivel alapvetően a blues zene érdekelt, meg az improvizáció, ezért egyértelmű vált, hogy az egyetlen lehetséges út, hogyha professzionális zenész akarok lenni, és tanult zenész, akkor az a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémiának a jazz tanszaka. Én emlék beszélgettem pont Nemes Nagy Péterrel, aki a bluesnak egy igen nagy doenje, már úgy értem, hogy a blues irodalomnak, és ő mondott egy csomó adalékot, hogy tulajdonképpen az első koncertjeid is, publikus koncertjeid is blues koncertek voltak. Abszolút, igen. Akkor volt egy zenekarom, az volt a neve, még most is az a neve, hogy Roadkill Café, és valami
komplikált útmódján belekerültem ebbe a zenekarba, mert még középiskolában felvettem demót még Esztergomba, és akkor pont ott az a srác, aki felvette ezt, az volt a dobosának a zenekarnak épp akkor. És akkor így elhívott engem énekelni, és így emlékszem, pont a Nemes Nagy Péter volt az első, akinek interjút adtam életemben. És nagyon-nagyon jó időszak volt ez a 90-es évek. Egy ilyen eleje közepe, amikor egy blues újraéledés volt. Uh-huh. És emlékszem, hogy Hobo Blues Band koncertekre jártunk, meg hát minden, ami blues, Palermo Boogie Gang, meg ilyesmi, és akkor ebben a körben tevékenykedtem én is akkoriban. Abban az időben milyen külföldi zenéket hallgattál, ha még emlékszel rá? Alapvetően blues, tehát Albert King, B.B. King, John Lee uh-huh. Hooker, Albert Collins, Robert Cray, szóval ilyesmi, és utána közben azért elkezdett érdekelni a funk zene, illetve nem is a funk, hanem inkább a funk. Tehát alapvetően James Brown-t is hallgattam rengeteget, uh-huh. és akkor ebből a kettőből raktam össze végül, és legelőször ilyen stílusai összegzéseimet, amit már ilyen felnőttnek neveznék, hogy elkezdtem az old school, ilyen New Orleans-i alapú funk zenét keverni a blues-zal. Nemrég, hát az túlzás, hogy nemrég, de több koncerten voltam, és többek közt a Mikativadalban, és ott láttam, hogy mind a funky, mind a blues, mind a soul elemeit nagyon-nagyon jól ötvözöd. Ez egy tudatos dolog, hogy ennyi féle módon próbálsz szintetizálni? Hát először nem volt tudatos, és talán az a jó, hogyha ezt nem is tudatosan csinálja az ember. Én se úgy értettem, csak provokatív volt a kérdés. Ja, igen, igen. Hát éreztem, de a lényege az egésznek az, hogy az ember szeretne önmaga lenni. Hogyha nem önmaga, vagy nem tudja megélni azokat az érzéseket, amiket érez teljes mélységében, akkor igazából a közönségnek sincs esélye jól érezni magát, vagy rosszul, vagy uh-huh. megismerni őt. És szerintem az önmegismerésnek egyfajta ilyen módja az, hogyha meg az önmegtalálásnak mondjuk zeneileg, hogyha az ember próbál nem csak szinetizálni, hanem talán új utakat találni. És hát nyilván az első lépés ennek az, hogy elkezdi keverni a stílusjegyeket, vagy olyanokat rakni egymás mellé, amiket addig nem annyira sokszor hallott. Persze azért meg kell mondani, hogy azért túl sok új nincs már a nap alatt. Hát persze, és ráadásul periódikusan ismétlődnek is a dolgok. Úgyhogy még azt akartam kérdezni, hogy mennyire tudtad a főiskolán, egyetemen megtalálni a saját stílusodat, vagy mennyire kellett azután menni már jazztanszakos korban, amit elvártak tőled. Tehát ez neked nem okozott ott problémát? De komoly problémákat okozott. Igazából én nem szerettem követni a kijelölt irányokat, már csak azért sem, mert azt már annyiban mások is követik. Tehát attól nem érzem magamat jó fejnek, vagy kreatívnak, hogy rálépek egy olyan útra, amire mindenki rálépett 200-szor. De mivel nyilván minden felsőoktatási intézménynek az a lényege, hogy át tudják adni a tudást, amit tudnak, ezért nagyon fontos, hogy az ember azért helytálljon olyan szituációkban, meg megtanulni olyan dolgokat, amit nem feltétlenül szeretne, de ugye elvárják tőle. És szerintem szerintem ez a fajta elvárás, teljesítés, ez nem negatív, hanem pozitív, és egyfajta fegyelmezettséget tanul tőle az ember. Kik voltak a tanáraid, akikre szívesen emlékszel vissza? Hát elég sok van, de mondjuk, hogyha ki kell emelni, akkor nyilván az ének tanáraimat nagyon-nagyon szerettem, Berki Tomit, Holzer Irmát, még a legelején Lakatos Ágit, és nagyon szerettem László Attilát aztán a főiskolán. Nagyon sokat beszélgettünk zenéről, nem csak tanított, ugye a Babos Gyulával is ugyanez volt a helyzet, tehát ugye effektív nem tanított engem a Gyula, de rengeteget tanultam tőle a büfé szakkörben, mi így hívtuk. Tehát volt egy ilyen büfé rész mindig, meg amikor kisütött a nap, akkor kiült mindig a padra, és akkor mindenki mellé gyűlt, és akkor mesélt az élményeiről, akár éppen a mostaniról, vagy pedig régiekről. Ilyen típusú beszélgetésekből nagyon sok olyan egyéb adalék átjön, ami egy életre talán el tud kísérni. Aztán, ha jól tudom, hát nagyon sok tehetségkutatókon indultál, a Kifutom, illetőleg a Magyar Rádió Jazz tehetségkutatóján. Ezek hogy jöttek? Tudatosan, vagy? Mert amúgy is csináltad emellett a saját utadat, ami fokról fokra beért. Tehát mennyire volt ez szükséges az életedben?
Alapvetően nem hiszem, hogy a versenyek annyira fontosak. A megmérettetés talán fontos, mert az ember mindig méri magát valamilyen szinthez, de ez a szint alapvetően benned van. Tehát azt a szintet kell valahogy belőni. Mégis relatív létezel. Tehát ezt a fajta relativitás megélést segítik szerintem a versenyek. És igazából ez a két verseny volt. Tehát túl sokat nem versenyeztem, persze, inkább persze, sportba. Persze. Tehát nem érzem azt, hogy az NLP-dől versengésről szól. Nem is versengés, egy másfajta bemutatása magadnak. Igen, igen. Talán. Hát a kifutó az, úgy mondjam itt ennek a újkori médiának, hát ugye a rendszerváltás utáni médiák, talán az első kereskedelmi tévés tehetségkutatója volt, és akkor már anyukám nagyon rágta a fülelet egy ide, hogy jó lenne, hogyha tévében lennék, hát én nekem nagyon nem fült hozzá fogam, mert ennél sokkal alternatívabban képzeltem el a létemet, mint hogy kereskedelmi tévében legyek. De aztán beadtam a derekam is, és elmentem egy ilyen válogatóra, ahol beválogattak, és akkor egy ilyen véletlen folytán közönségszavazattal visszajutottam, mert közben kiestem, és akkor ott meg, ha jól emlékszem, ben volt a Babos Gyula is, meg a Szulák Andi is a zsűribe. És akkor végül is az Andi később elmondta, hogy nem engedte, hogy ne én nyerjem meg, és mondtam, nem tudom, hogy jól tettük ezt a dolgot, de hát akkor már így alakult. Úgyhogy így alakult ki az, hogy végül is egy két napon belül végül is egy országos ismertség alakult ki, ami egészen furcsa érzés volt akkor, amikor, mert ugye igazából még jazztanszakos voltam, és ez fura volt, mert ugye addig ugyanannyira ismert mindenki mindenkit, vagy ugyanazok a dolgokon törekedett, és utána is, csak ez megváltoztatta a megítélésemet. Igen, igen. A másik dolog, hogy aztán már nagyon sokan onnan ismernek, persze a zenei tevékenységed mellett, meg akár a két együtteset kapcsán, hogy aztán te is már a másik oldalon kezdtél el ülni ilyen tehetségkutatóknál, ugye? Ja. Meg azt nem kell mondani, hogy mostan itt se, hogy ez hogy érintett, vagy örültél neki, vagy tehát egyáltalán hogy élted meg? Mivel azt hiszem, hogy 2000-ben diplomáztam, igen, és egyből elkezdtem tanítani középfokon, egy OKE képzésben, Székesfehérváron, ami jó ideig tartott, egy 5-6 évig. És amikor, akkor már 2-3 éve tanítottam, 3 éve, amikor elhívtak zsűrizni a Megasztárba, és nagyon ilyen természetes volt, mert hogy amúgy is foglalkozok fiatalokkal, körülbelül azzal a generációval, tudtam, hogy hogyan kell nekik valamit elmondani, hogyha szeretném, hogy fejlődjenek. Tudtam, hogy hogyan kell elmondani valamit, hogyha szeretném, hogy jobban, komolyabban vegyék a dolgokat, nem feltétlenül a fejlődésben, hanem mondjuk emberileg. Tehát így nem éreztem azt, hogy ez annyira kifogna rajtam úgy belülről. Nyilván aztán később kiderült, hogy de igen, kifogott. De ezt nem tudom, egy kívülről nem jött le, hogy bármilyen szinten kifogott volna rajtam. Nem az a része fogott ki rajtam szerintem, hanem akkor már megint egy újabb csavarban voltunk. Ugye 98-ban voltam a kifutóban igazából, akkor még nem nagyon volt bulvár média, vagy bulvár sajtó, és a bulvár sajtó ilyen markáns megjelenése az mivel hogy nem voltam benne, ezért nem voltam rá felkészülve. És ennek azért lettek negatív következményei, de hát mindenből valahogy ki lehet jönni. Itt van a másik, mert te mondtad, hogy azért te nagyon szeret fúzionálni és hát magad kifejezni, meg élni a saját utadat. Ez mennyire akadályozott ebben? Mert egy művész embernek, akinek ennyire fontos a szabadság és az önkifejezés, és ráadásul sok színen tudja bemutatni, és át tudja adni az embereknek, az nem zavarodik meg egy ilyen dologtól? Nézd, én nem éreztem azt, hogy emiatt megzavarodnék, mert a... Nem szó szerint értettem, persze. Ja, értem, de nem, mert egyfolytában írok. Tehát én egyfolytában dalokat szerzek, tehát alapvetően én énekes gitáros dalszerző vagyok, és ez egy mellékes dolog, hogy most éppen vagyok a televízió képernyőn, vagy vagyok egy interjút, mert alapvetően az üzenet a fontos, vagy az, hogy én hogyan élem meg azokat az érzelmeket, amiket én érzek, és át tudom-e adni, mondjuk egy üzeneten keresztül. Én néha úgy érzem, hogy már az üzenet sem annyira fontos, hanem hogy meg tudod-e érinteni valahogy az embereket, mint művész. Tehát nem zavart meg soha az, hogy mondjuk bármifajta ilyen média zűrzavar keretkezik körülöttem. Tehát ez soha nem zavarta meg.
Vannak, mert mondtad, hogy tanítod, tudom is, hogy nem csak OKS, most már főiskolán is tanítasz, hogy vannak olyan pedagógiai sikered, vagy azt mondod, hogy olyan zenészek, aki akár tehetségkutatóban, vagy leginkább tanítás közben, aki azt mondtad, hogy igen, megérte, szeretnél vele foglalkozni, szeretnéd követni a pályafutását? Voltak ilyen tanítványaim? Most akkor igen, bocsánat. Hát nagyon sok tehetséges emberrel találkoztam, nagyon sok tehetséges fiatal. Nyilván mindenkinek a pályafutását nem tudja az ember nyomon követni. Van egy-két ilyen kiemelt ember, de azt gondolom, hogy előbb-utóbb, hogyha olyan szintre kerül, akkor mindenki elkezdi a saját önmenedzsmentjét építeni, és a saját karrierjét, és abban nem jó, hogyha az ember beleszól. Hogyha mondjuk megkérdeznek engem, és fölhívnak, hogy Barnabás, nahol, hogy mondd már el, hogy szerinted, vagy milyen véleményed erről, akkor szívesen elmondom, bár mostanában már annyira nem szívesen, mert én nem ismerem az ő életét. Tehát, hogyha ha azt a szituációt, vagy azt a légkört, amiben él, vagy azokat az embereket, akiknek meg akar felelni, ezeket nem ismerem, akkor lehet, hogy nagyon rossz tanácsot adok neki, mert lehet, hogy pont kirántam mondjuk egy olyan gondolatfonálból, ami pont segíthetne neki. Én meg pont az NTT-t érem el. Úgyhogy most már nagyon óvatos vagyok ezekkel a dolgokkal. A főiskolán is inkább úgy szeretek tanítani, hogy technikai kérdéseket próbálok megoldani. Azért, hogy könnyebben ki tudják fejezni az érzelmeiket, de azt nem szívesen mondom meg, hogy mit érezzenek, vagy hogy hogyan irányítsák az életüket, mert nekik kell döntéseket hozni. Igen, itt azért, aki jobban ismeri a pályafutásod, az tudja, hogy két együttes nagyon is határozza, illetve valami határozza is az életet, az egyik a United, amit azért már nagyon-nagyon ismerik a népszerűséget, illetve a Be The First, hogyha jól mondom a Be The First, nevét. Beszélnél egy kicsit erről az együttesről? Persze. Ja, még egy valamit még szeretnék elmondani, hogy kérdezted, hogy ezt az űrzavart, hogy mi az, ami esetleg megzavart, hogy zavart-e abban, hogy kifejezem magamat. Mostanában derült ki, hogy nem igazán ez zavart hosszú távon, hanem az alkalmazkodás. Aha. Tehát, hogyha állandóan alkalmazkodok, mert szeretek alkalmazkodni, és akkor... Mivel nagyon jól megy, ezért elkezdek abban tetszelegni, hogy milyen rohadt jó fej vagyok, amikor mindenki jól érzi magát, és egy idő után, amikor rájövök, hogy hát közben már nem érzem jól magam, akkor meg jön a lázadás, és akkor ez a fajta lázadás viszont nagyon sekélyes, hiszen az én önzésemből fakad. És én azt vettem észre, hogy inkább ebben az időszakban az állandó megfelelés vágy terelted egy olyan irányba, hogy ami esetleg így visszafoghatott olyan folyamatokat, akár például pont, hogy szólókarrierbe kezdjek. Uh-huh. És őszintén szóval az egyik pillére a United volt. Független attól nagyon szeretem őket és a barátaim. Meg hát egy csomó más dolog, de arról most inkább nem szeretnék beszélni. Meg nem is biztos, hogy ez most ide tartozik. Hát igen, nem hiszem, hogy ide tartozik. Ebből alakult ki egyébként ebből a fajta ilyen szabadságvágyból, vagy saját útjárás vágyból az, hogy 5 éve megalakítottam a Be The First-et, ami alap. Először egy ilyen szóló produkciónak tűnt. Közben kiderült, hogy ez egy zenekar, viszont ez egy egészséges felépítésű zenekar, mert itt nincsen demokrácia, mint a Unitedben volt, hanem én vagyok a vezetője, frontembere, és így gyakorlatilag én írom az összes dalt, és szépen így körém alakul, de mégis van egyfajta zenekari hangulat. Viszont ez továbbra sem lett szóló produkció, és ezért alakult ki, hogy múlt évben végül is így a szóló irányba mozdultam el. Igen, én azt mondom, hogy erről beszéljünk a következő fél időben az aktualitásokról, még van egy pici időnk, és én még arra vagyok addig kíváncsi, mert mondtad, hogy bár te szerzed a számokat, meg az egyéb dolgok, hogy kik játszanak még ebbe az együttesbe. A Be The First-ben a Péter Fi Attila a basszusgitáros, és a Kóta Rákos a dobos, és egy nagyon jó pofa estén találtuk ki ezt az egész történetet. Ugye játszogattam ugye gitáron, akusztikus gitáron, és akkor mondta az Ati, hogy hát figyelj, erre csinálok basszus grúvot. Tehát ezt megcsináltad már? Mondom, nem. Jó. Akkor megcsináltam. Akkor arra erre, ez is nagyon jó. Ez is nagyon jó, és akkor már annyira sok szám volt nagyon jó, hogy mondtam, figyelj, most akkor jó lenne egy dobos is. Na jó, és akkor hívtunk egy dobost, az nem vált be, és aztán nagyon szomorúan jártuk az éjszakát, hogy honnan szerzünk dobost, mert semmi nem jutott eszünkbe, hogy hozzánk kipasszolna, és akkor pont a Pásztor Annának volt egy
hát nem tudom, hogy alkalmi, de egy pár koncertet megért formációja, aminek az volt a neve, hogy Hello Kitty, és vicces formában játszott feldolgozásokat a világzenetörténetek, tehát zenetörténetek fantasztikus dalaiból, és ott dobolt az Ákos. De persze én nagyon jól ismertem az Ákos, mert a Jamie Winchesternél dobolt, és tudtam, hogy nagyon jó. Az Ati meg gyakorlatilag ő is lógott vele egy csomót, és így néztük, és mondom, figyelj, megvan a dobosunk. Tehát megdicsődve, úristen, tényleg, hát miért nem jutott eszünkbe? És akkor lett vége pont ugye a Jamie zenekarnak, Jamie Winchester akkor ment vissza Angliába. És akkor ez... Hát ez elég durva volt, mert az Ákos éppen már abba akart hagyni a dobolást, meg ilyenek, mi meg visszatérítettük a zenei pályára, és gyakorlatilag ott meg is alakultunk, és azóta együtt játszunk. Ja, jól tudom, 4 lemezt adtatok ki azóta. Még csak 3-at, de most csináljuk a 4-et, és az ebben az évben lesz. Uh-huh. Vagyis hát most még szerintem nem is olyan soká, pár hónap múlva lesz kiadva. Erről is beszéljünk, de most viszont lassan közelünk a szünethez, és megkérlek, hogy konferáld fel a következő számot, amit a szünetben hallani fogunk. Hát ha már a Be The First-ről beszéltünk, akkor azt az Eurovíziós nótát, amiben ugye bekerültünk tavaly az Eurovízióra, azt konferálnám föl, ez pedig a 3. lemezünkről, a Fesztivál Pozitívról, a You Told Me That You Loved Me. Jó szórakozást kívánunk hozzá, és utána visszajövünk ismét Péli Barnabással. There's a chest deep in the ground, made of wood and gold and silver. It's locked deep in the ground, it doesn't have a key to open. It's about me and you, a broken heart and a fool. 'Cause in May at night you did what broke my heart. You told me that you loved me. Ooh. Told me you were mad about me. I said the same though, but I didn't ever mean so. You told me that you loved me. Ooh. You told me you were mad about me. I said the same though, but I didn't ever mean so. Have you ever thought of your life as the one and only paradise? Don't throw it away too fast. Just sit down a bit and take a deeper breath. It's about me and you, a broken heart and a fool. 'Cause in May at night I did what broke your heart. You told me that you loved me. You told me you were mad about me. I said the same though, but I didn't even mean so. You told me that you loved me. You told me you were mad about me. I said the same though, but I didn't even mean so. Unknown is unknown, nothing more or less. Life is a game you got to play like chess. And we're getting better. We're getting better. You told me that you loved me. You told me you were mad about me. I said the same though, but I didn't ever mean so. You told me that you loved me. You told me you were mad about me. I said the same though, but I didn't ever mean so. Right, you monkey toy! Keep anymore. You're like a whale on the shore. You can decide to swim back to the sea, back to the sea, back to the sea. Wait for someone to rescue you, but it won't be me. Hát ott tartottunk, hogy ezzel az együttessel már elkezdted leginkább a saját utadat járni, és ez már odaig vezetett, hogy most már nem csak ebben az együttes formában, hanem egyre többet próbálsz ki egyedül magadat. Nem volt nagyon furcsa? Azért nem volt furcsa egyedül ülni a színpadon,
Bár gondoltam rá, hogy az lesz, de azért nem volt furcsa, mert így kezdődött el az egész. Tehát emlékszem, amikor először a kezembe vettem az akusztikus gitárt, és minden akkordból egy újabb számot írtam, akkor én kimentem az esztergomi bazilika elé, mert akkor ott voltam középiskolás diák. Ferences könyvbe jártam, igen. 3 évig, aztán utána 1 évet Pesten. És kimentem az esztergomi bazilika elé, és akkor vittem az összes hangszeremet, és akkor gitároztam, volt kedvem, akkor jött valami gitáros, akkor elkezdtem hegedülni, akkor gitároztam és harmonikáztam egyszerre, szóval minden. És akkor így vagy bedobták a pénzt, vagy nem, tehát viszonylag gyorsan kiderült, hogy tetszik-e nekik, vagy megálltak, meghallgatták. Picit valami ilyesmit érzek, csak egy elemeltebb verzióba. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ez már nem utca zenélés, de valami van abban a hangulatban, meg van abban a múltban gyökerezik ez az egész. Megpróbálom ugye elmondani, hogy régen voltak ezek a trubadurok, akik így járták a lantyúkkal az országot, vagy országokat, városokat, és akkor kajáért, piáért elkezdtek zenélni, és aztán a végén annyira tetszett valakinek, akkor kaptak szállást is, kaptak gázsit, sőt lehet, hogy ott ragadtak valami udvarba. És hogyha nagyon-nagyon tehetségesek voltak, akkor már zenekart is tudtak szervezni, mert annyi pénzt adtak nekik. Tehát, hogy én valami ilyesmit érzek ebben a modernkori trubadúrság. Tehát járom a világot, ugye egy gitárra mindenféle klubokba, vagy kisebb-nagyobb koncerttermekbe, szinte mindegy, vagy pedig fesztiválokon volt már, ahol 1200-an voltak, volt ahol 50-en, volt ahol 180-an, szóval egy nagyon-nagyon nagy variációs lehetőség van, és minden egyes hely teljesen más, és minden egyes helyen teljesen mások az emberek, és csak rád reagálnak. Tehát, hogyha bármit elszúrsz, azt elszúrtad, de ha bármit jól csináltad, azt te csináltad jól. Tehát nincs kecmec. Tehát ez a valóság. Nincs az, hogy valaki ott van melletted, és fogja a kezed, mármint a színpadon. Tehát, hogy így bármit érzek, ha éppen szarnapom van, akkor szarul fogják magukat érezni. Tehát, és ezen uralkodni kell. Hogyha pedig jó napom van, akkor mindenképpen jól. Amilyen érzelmet felidézek, annak át kell törnie, és hogyha mivel én vagyok ott egyedül, és valami érzelem előtör a közönségből, azt mind én fogom kapni, vagy rajtam fog csatlakozni. Ezek nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen az állandó impulzus közterés a közönség között. Így van. Itt, ha jól tudom, most fog kicsúsosodni pont ez az egyéni dolog, tehát, mert nem sokára szerzői este, illetve lemez bemutatód lesz, hogyha jól értesültem, a Orfeumban? Orfeumban lesz február 22-én. Hát a trükk az, hogy azon gondolkodtam, hogy ez egy lemezbemutató legyen, de nem csak az időszűke miatt, hanem amiatt is, hogy pont amit mondtam neked, meg te is láttad a koncertet, szóval minden koncert egy picit más, és azt gondolom, hogy ez tipikusan egy olyan jellegű produkció most, hogy egyedül ülök a gitárra, és van egy ilyen lábdobom, meg minden, hogy érdemes ezt a lemezutó koncertet élő lemezmutató felvételé avanzsálni, úgyhogy végül is egy lemezmutató lemezfelvétel lesz, és ez azért érdekes, mert ilyet még nem csináltam. Tehát ez az első ilyen nekem, uh-huh. És egyedül csinálom. Tehát nem az van, hogy bármifajta segítséggel, hanem teljesen egyedül. És a másik az, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy az aktuális pillanatot rögzítsük. A következő pillanatban egy teljesen más dolog történik. Azt hiszem, hogy ez nagyon... Bocsánat, csak erről az jutott eszembe, amikor Frank Zappa az utolsó 10 évében szinte minden egyes dolgot, amit megmozdult, mindent felvett, és a családja mai napig ezekből a felvételekből él. Tehát nagyon fontosnak tartott a hangulatokat. Abszolút, abszolút. De hát ezt nagyon sok zenész így csinálja, szerintem. Most hallottam, hogy a Pressa Gábor is csinál most a lemezt, és ő is szinte minden. Tehát valami jól szól, az fölveszi. Tehát, hogy nekem is hallok valami kattanás, és mit csinált az ajtó? Akkor föl kell venni, hát ha jó lesz valamire. És akkor így... ez más egy picit egyébként. Tehát ez nem ilyen fajta... természetes zajgyűjtés, amit aztán föl tudni, utána integrálod. Persze, abban, amit mondtál, ez kiderül, hogy nem arról van szó, csak hogy... De érzelmileg is viszont az. Igen. Tehát ez egy érzelmi zajgyűjtés. Tehát az a felvétel, az csak abban a pillanatban olyan, és ráadásul az, hogy közönséggel másképp játszom. Tehát fölvettem valamit stúdióba, és tök jó, most már le is ment szerintem az a dal, mert azzal kezdtünk. Nagyon tetszik, de teljesen más élőben. Tehát más a hangulata. Elárulsz még egy-két számot erről, hogyha a közönséget érdeklés eljön az Orfeumba, hogy miket fognak még hallani erről a lemezről? Mi a hangulatokat, érzéseket? Nézd, leginkább
a Be The First lemezeknek a törzsanyagát játszom, abból is az angol nyelvűeket. Azért is, mert nagyon sokat játszok külföldön, tehát mindenképpen szeretnék egy ilyen univerzális lemezt csinálni. Ugye hát ezt nem tudom, tudja a közönség, de ugye a United-del ilyet én szakítottam most, tehát én most kiléptem a United-zónikkal. Azt hiszem, innentől most már tudják. Igen, úgyhogy ez egy másfajta dolog, viszont sokkal közelebb érzem a közönséget magamhoz. Néha szoktam játszani egy-egy United dalt, de valamikor belekapok egy-egy feldolgozásba, de alapvetően a Be The First lemezeknek a törzsanyaga az, ami egy gitárra megszól, és nyilván azért szerzőjes, mert így is írom őket. Tehát, hogy fogom a kis gitáromat, és akkor írom a dalokat. Ja, jól tudom, Budapest nagy közönsége egy új ideig csak itt fog téged hallani. Ez így van. Most nagyon úgy tűnik, hogy kizárólagosan leszerződtünk Budapesten az Orfeumba, úgyhogy nagyon szeretettel. Mennyi időnként tudnak ott hallani, hogyha lehet ezt tudni? Megmondom őszintén, hogy ezt még nem igazán döntöttük el. Én szerintem 2 havonta, de majd meglátjuk. Mert nyilván nyáron meg nem nagyon működik a klub, tehát majd ez most kialakul. Igen, ha jól tudom, akkor lesz most még egy nagy kaland emellett neked, mert hogy európai turnéra indulsz, és nagyon sok város fogsz érinteni, erről hallhatnánk-e valamit? Igen, márciusban egy hónapos turné, például akkor eleve nem tudok játszani Magyarországon, tehát egy hónapos turné lesz, úgy lesz Németország, Svájc és Olaszország, egy oda-vissza, uh-huh. És hát nagyon sok helyre fogok eljutni, ahol még nem voltam. Lesz, ahol már voltam, de nem van a klubban. mondjuk Firenzében még nem játszottam, vagy Milánóban, lesz pár olyan hely, ahol még nem jártam. Úgyhogy nagyon-nagyon izgi lesz. Lehet azt tudni, hogy milyen közönségnek és milyen helyeken fogsz játszani, vagy ez még a jövő zenéje? Nézd, ebből az egészben az a legkirályabb, hogy szinte mindegy. Mert már maga a helyszín is, már a helyszín is mindig teljesen más, tehát olyan rendkívül rugalmasnak kell lenni, és a közönséggel is. Tehát van, amikor mondjuk itt 20% magyar lejön, mert hogy jön a Péli Barna, és mondjuk olyan 80% ottani, külföldi, mondjuk te évfő svájci. De mondjuk, hogyha a svájci, francia, német határon vagy, akkor soha nem tudhatod, hogy ki fog jönni. Akkor mondjuk van olyan, hogy 80%-ban magyarok vannak, és csak a pár haverjuk vagy barátjuk jön, aki mondjuk helyi, akkor más jellegű műsort játszom. Tehát így attól függ. Tehát nagyon jól tudom formálni a műsort is, hogy most magyar, több magyar nyelvű dalomat játszom, vagy több angol nyelvűt, mert ugye Bidefőzre voltak magyar nyelvű dalok is, meg nyilván akkor bejön egy-két United, de hogy én azt érzem, hogy a legfontosabb ezekben a koncertekben az, hogy azon a helyen, ahol még nem voltál, egy olyan élményt adjál az embereknek, hogy úgy menjenek haza, hogy többé váltak, és nyilván nem ügyet, akkor én is úgy fogok. Bocsánat, de most egy olyan nagyon fontos dolgot mondtam, amit nagyon kevesen mondanak ki. Tehát tulajdonképpen bemész egy helyre, ott kapsz a művésztől valami olyat, ami minőségi változást hoz legjobb esetben az életedbe. Így van, és azért vagyok ebben ennyire magabiztos, mert másfél éve vannak ezek a turnék, és én magamon érzem, hogy jobb ember lettem. És abban bízom, hogy a közönség nem is. Tudom, egyébként elmondtad azt, hogy visszatértél a gyökerekhez, kicsit a magatartásod, és most ne és egy ilyen keleti mesterre hasonlít, aki tudod, eljut a feketevég, aztán a feketevég lekopik, és újra fehér lesz, de az már egy másfajta emelkedett tudás jelent, és ugyanabban foglalkozik újra. Hát ez, nekem, ez, én most ezt bóknak veszem. Azt gondolom, hogy a tudás összegzése, vagy a elfogadása a tapasztalataidnak, ez nyilván bizonyos szinteket hoz, de ez értékrend függő. Tehát az sem igaz, hogyha valakinek mondjuk nem az értékrendje, mint az enyém, akkor mondjuk ő nem feketőves. Vagy mondjuk nem fehéröves. Én sem értettem. Itt a tudás útjáról beszéltem, meg arról, hogy nyitottságra gondoltál? Nyitottságra, meg arra, hogy ahonnan elindultál, hiteles maradsz magadhoz, csak egy magasabb szinten próbálod újra megfogalmazni. Ez így van. Tehát mindössze csak ide akartam kiukadni a magam esetlen módján. Igen. Nem, de egyébként jó volt. Egy biztos, hogy most az én nyelvemre fordítva, hogy a nyitottság az nagyon-nagyon fontos, és nem gondoltam volna, hogy számomra ennyire fontos. Tehát én nyitottnak érzem magam, de nem gondoltam, hogy ez azt fogja szülni, hogy bele szerelmesedek ebbe az érzésbe, és ez nagyon nagy mértékben segít emberileg és szakmailag is az életemben.
De talán maga a kíváncsiság, meg maga a nyitottság, meg maga az, hogy adj a másoknak többet, ez olyan, mint a levegő a te számodra. Igen. És mennyire érzed ezt azt a közeget itt Magyarországon, ahol élsz, ahogy, hogy mennyire kéne ezt megtanulni a többieknek, tehát, hogy mennyire vagy ilyen szempontból... Többiek alatt pontosan mit értesz? Akár a közönség, akár a szakmát azt nem merem mondani, de az, hogy vagy amikor az utcán jársz és beszélgetsz, tehát mennyire kíváncsiak rád, vagy másokra, és mennyire van az a légkörben az a fajta nyitottság, amit te szeretsz? Nézd, nyilván más egy közép-európai légkör, mint mondjuk egy nyugat-európai, vagy mondjuk egy ázsiai. Ázsiai túl még nem voltam, úgyhogy de az is már szerveződik. Arra nagyon kíváncsi leszek, megmondom őszintén. Én azt érzem, hogy egy icipicit így a koncerteken nyitottabbnak érzem a nyugat-európai közönséget, de csomószor itt is megtörténik Magyarországon. Tehát nem hiszem, hogy ez a kelet-nyugat probléma lenne, hanem inkább az, hogy itt városonként változik, sőt, kerületenként. Uh-huh. Tehát itt is vannak olyan kerületek és olyan közösség, vagy olyan közösségek, akik nyitottak, jóval nyitottabbak, olyan olyan helyekre járnak, mint például nálatok ugye az Ádám Villában, amikor játszottam, ott mondtam, hogy milyen jó a közönség, mert hogy értik a szólókat, és megtapsolják, és hogy tényleg tetszett nekik, nem azért, mert megtanították nekik, hogy szóló után tapsolni kell, hanem konkrétan éreztem, hogy tetszik nekik, ezért több szólót játszottam, nyilván, és a tapasztalatom ez. Tehát nem attól függ, hogy hol van az ember, itt is van, ott is van, igen, van olyan közeg, ahol kell tanulniuk, van, ahol meg nem. Csak az a kérdés, hogy tényleg kell tanulniuk, hiszen az ő értékrendjük más. Persze, azt hiszem, ebben nincs is semmi baj. Lassan közelünk a riport végére, és engem az is érdekel, hogyha éppen nem ebbe a folyamatban vagy benne, szabad idődben van-e olyan, amit úgy szívesen csinálsz? Mondtad a sportot, de azon kívül van-e még más? Hát szeretem a mozifilmeket egyébként, hogyha van valami jó film, nagyon nem, mert nincs időm, tehát általában a videótárban nézem meg, de a sport az mondjuk még a milyen testedzés, ami így leszokott kötni, meg a zenehallgatás nyilván, mert mióta ez az internetes ilyen streaming folyik, tehát ez a Spotify meg Deezer, az ott a teljesen olyat szörfözök, hogy semmifajta, tehát a Spotify-nál, amit azt is szeretem használni, nincsen ilyen fölösleges információ, hanem így pá, tudok végigmenni, és ilyen egy percenként hallgatom a dolgokat, és ha találok egy nagyon jó lemezt, akkor azt végighallgatom. Úgyhogy, de egyébként a mai napig a kedvenc hobbim az improvizálás és a dalszerzés. Tehát most is hegyekben állnak az ötletek a számítógépen meg a telefonomon, mert úgy kell kukázni belőlük. Lehet tudni, hogy most éppen mint töröd a fejed ilyen szempontból, vagy ezek teljesen kulisszatitkok? Hát, ez rengeteg dolgon töröm a fejem, főleg, hogy egyre több az ötletem, és így nagyon sokszor csak így csapongok. De szerintem, amit most így elterveztem, azt így elég lesz megcsinálni ebben a fél évben, hogy egy picit néha megpróbálok megpihenni. Tehát most ez az egy hónapos turné, közben két nagy lemezt még meg kell csinálni, hogy csinálom a Be The First nagy lemezt, meg most ugye a szóló nagy lemezet. Ez nem mondjuk azért elég kemény, csak hogy jön a nyári turné, szóval így ez elég durva, és aztán még azért tervezgetek egy-két dolgot, mert szeretnék egy ilyen modernebb dalt is felépíteni, de az még nem teljesen. Mert úgy szerintem, amit most csinálok, az inkább ilyen old school-abb, ilyen bluesos történet, de valahogy erre építve, erre a hangulatra, meg erre az újfajta nyitottságra építve próbálnék dolgozni a producerekkel, akikkel még eddig nem sikerült, illetve nem volt rá lehetőségem, most viszont mindenre van lehetőségem, és ez azért egy elég nagy hibafaktor tud szülni. Tehát, hogyha egyszerre mindent kipróbálsz, és akkor így nem tudod, hogy melyik a jó. Úgyhogy még picit szúszázok erre, és így összegzem az ötleteimet, és valamelyiket megcsinálom. Nagyon lehet látni, hogy akár az impulzusok, akár a nyitottság, akár az útkeresés, ez már nagyon-nagyon kreatív és sok dolgot hozott, de teszem, hogy vannak-e a hosszabb távú terveid, ilyen, akár zenében, vagy akár életben, amit azt mondod, hogy 5-6 évet szánsz, és szeretnéd megvalósítani fokról fokra. Én inkább a kommunikációban érzem a fejlődési lehetőséget. Ugye az egész azért kezdődött el, amikor 17-18 éves voltam, amit akartam mondani az embereknek. Szerintem ennek a legmagasabb szintje talán az, amikor a legtöbb embert tudod megérinteni
és azokat az embereket, akik komolyan tudják venni az üzenetedet, vagy meg tudod érinteni az üzeneteddel őket, illetve azokkal az érzelmekkel és tapasztalatokkal, amiket te megéltél. Tehát ugye az én célom talán az most, hogy ezt maximális nagyságra tudjam kiterjeszteni. Igen. Értem. Nagyon szépen köszönöm Péli Barnának, hogy itt volt. Még annyit tegyél meg, hogy az utolsó számot is felkonferálod, és akkor, és még egyszer mondd el, hogy hol fog látni legközelebb a közönség. A legközelebb a közönség az élő lemez felvételemen láthat, és nagyon szeretném, hogyha minél többen ne jönnétek, az Orfeum Klubba február 22-én, és ezt megelőlegezve fogom most felkonferálni a dalt, mert ez is ott szerepelni fog. Ez pedig a Be The First harmadik nagy lemezéről, a Fierce, amit élőben játszottam fel. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. Önök a Hidak heti magazin adását hallották. You're down so bad. I didn't wanna tell you those lies. I didn't wanna tell you those lies, but I've let you down. You're down so bad. And I'm in the backyard with a suitcase in my hand alone. I really don't know how to find my way back home. 'Cause you're my shadow, I'm buried in love and tears. Now my heart is like a cup and it's full of fears. You didn't wanna hurt me so bad. You didn't wanna hurt me so bad. But you've let me down. Let me down and it's so bad. You didn't wanna tell me those lies. You didn't wanna tell me those lies. But you've let me down. Let me down and it's so bad. Now I'm in the backyard with a suitcase in my hand alone. I really don't know how to find my way back home. You were my shadow, I'll be buried in love and tears. Now my heart is like a cup and it's full of fear. The suitcase in my hand alone. I really don't know how to find my way back home. Sure, my shadow will be buried in love and tears. Now my heart is like a cup and it's full of fear. I'm in a backyard. From a shadow, I'll be buried in love and tears. Now my heart is like a cup and it's full of fears. Now my heart is like a cup and it's full of fears. Find my way back home.
vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet!